Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, és drakózunk egy kicsit, mert minden Warframe-es életében eljön egyszer az a pillanat, amikor drakózni kell. Megszerzünk egy új Warframe-et, gyorsan ki szeretnénk xp vagy megszerzünk az új Warframe-et, gyorsan bele szeretnénk rakni 5 formát, akkor mindenki mit mond? Drakó, mert van egy új fegyverünk, akkor drako, ha ki kell xp egy új fegyvert, akkor drako. Drakó egy kifizetődő hely, mert rengeteg uh, XP-t lehet ott összegyűjteni. Na de mi az nyiló, hogy ez a drakó? A drakó a szeres pályán megtalálható egyik Interception pálya, vagyis Domination pálya, a ismertebb nevén az Interception. És ott azért jó, mert rengeteg-rengeteg XP-t lehet összegyűjteni, plusz egy-két másik hasznosabb nyersanyagot. Javaslom nézzétek rá a Hikónak a szintjére, jelenleg ugye nullán van, amire végzek ezzel a videóval, nem tudom, hogy végzek-e a, a kommentárral addig, ameddig végigvisszük végig a két kört kb., de ott megpróbálom röviden gyorsan elmondani, egy ilyen quick, quick tip, tehát egy ilyen gyors tip féle videó ez. Na most, hogyan XP-zünk Drakon? Drakó azért is hasznos, mert egyrészt viszonylag jól dobálja az orokincelt, ami azt mondom, hogy egy kezdőtől, egészen haladóig egy hasznos nyersanyag, mivel egy prime alkatrészekhez, prime pránciucokhoz kifejezetten szükség van rá, és drakon viszonylag jól dobálja ezeket az arokin celleket. Rengeteg fókuszpontot lehet gyűjtögetni, manapság a drakon, te vagy a damage warframe. Drakóra a legjobb koncepció, hogyha összegyűjtöd a a kategóriával rendelkező warframe mint te, van ugye az, a, a chaten, a recruiting, vagy a klámba beírod hogy hoztolnál egy drakót, megkeresed rá az embereket, és összegyűjtesz rá bizonyos frémeket. Bizonyos frémeket alatt mit gondolok? Itt igazából nincs sok mindenkire szükséged. Szükséged van arra, hogy legyen egy damage-es frémed, mint nálunk itt Ozzy volt az excalibur -ra. Szükséges, hogy legyen nálad például, mert, mert ha nem amúgy elég gázos lenne, de legyen nálad egy Trinity, aki folyamatos energiát tud szolgáltatni, mint ami én voltam itt most. És a másik két Warframe legyen, amilyen uh, akar lenni, de jó, ha van valami crowd control Vannak sokan, akik egy gyors romát hoznak, hogy minél gyorsabban, minél többen jöjjenek, és akkor uh, tényleg egy-két kör alatt azt a bizonyos adott fegyvert ki el lehet maxolni. Ez abban az esetben, hogyha gyűjtesz magadnak egy csapatot, keresel a recruitingban egy csapatot, és, és akkor összeálltok, és akkor specifikus frémekkel uh, jöttek. Éppen értünk jött a nyúloka. Nem szeretjük a nyúlokat, mert mérgeznek, és nem figyeltem oda. <laughs> uh, és uh, Na, a lényeg, ami lényeg, hogy ez egy ilyen kifezettes koncept, tehát ugye nálunk a Demigyos volt a Radio javelin és excalibur Ozi van, én, én szolgáltattam az energiát, volt egy rino Crowd control volt egy Loki Disarm-nak, és, és gyakorlatilag könnyedén lehet vinni tulajdonképpen e, a drakot. Na, e, és ez olyan szintű e, mennyiségű pontot eredményez, amivel jobban el lehet lenni. És amit, ha ránéztek a képernyőre, Drakozni úgy kell, hogy kettő pontot foglalunk, és itt, látjátok, három volt nekünk egy adott pillanatban, ezért hagytuk, a Ozi is hagyta, hogy elfoglalják C-t, megszereztünk egy minimális vezetés, minimális vezetés alatt azt értem, hogy három-négy ponttal vezessetek, van, aki egy pontos vezetés szereti, én nem nagyon, mert már nem egyszer buktam be a leges legvégén az egészet, úgyhogy egy három-négy ponttal szeretek vezetni Drakon, és gyakorlatilag olyan mennyiségű XP-t fogtok kapni, hogy kettő kör alatt, fegyvertől függően meg attól függően, hogy mennyit tud a damage-es damage, damage egy kör vagy kettő kör alatt fullra ki lehet húzni egy fegyvert. Honnan tudjátok, hogy egy fegyver fullos? Tudom, megnyomogatjátok a P betűt és megnézitek a bónusz XP-kkel, hogy fullos-e már az a fegyver. Nem, csak úgy lehet megtudni, hogy fullos a fegyver. Ha a fegyvered Uh, eléri a 20-as szintet bónusz xp nélkül, amit láttok a képernyőn, és akkor tudnotok el, hogy az a fegyver már max XP-s, bónusz XP-kkel együtt már max szinten van. Na most ez az egyik gyors tipp arra, hogy rakkora a gyűjtő csapatot, ügyeljen arra legyen egy damage és legyen egy energiaszolgáltató, és akkor megvan oldva kettő kör alatt felhúzó mindent. Uh, volt velük nálunk itt JCS, uh, nála volt uh, három darab x fegyver, a negyedik kör végére mindegyik fegyvere neki is maxis. Bocsánat, inkább úgy a harmadik kör végére majdnem, majdnem maxos lett neki az összes x fegyvere, amit um, hozott magával. Na, uh, a negyedik kört meg már ilyen gyors körként mentük le, mert, mert fölösleget lett volna bemaradni maradni X-Pézni, szóval így kell X-Pézni Viszont nem mindig adódik meg a lehetőség arra, hogy um, legyen köztünk egy, legyen egy csapat hogy én is sokszor úgy megyek el, de akkor nem, akarom a többieket fárasztani az mert megint rakom, megint rakom, megint rakom, mert én most egy ilyen x időszakomban vagyok a Warframe-en belül éppen, és, és most mindenkit az a hogy rakod, 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 akkor inkább elmegyek egyedül, és ezért nem, mindenki, nem, mindig jut arra, hogy legyen egy damage legyen egy energiaszolgáltató, tehát így meg legyen a csapat pöpecül. Uh, az igazság az, hogy aki jár drakóra, most mondjuk idegen csapatok, mindig van közöttük egy damage Sokszor van úgy, hogy én vagyok damage mert hogy fókuszpontot akarok farmolni. És, de mindig, mindig van drakon egy olyan karakter, akit arra teremtettek, hogy többet öljön, mint a többiek. Na most te mit kell csinálni ilyen esetben? Ha nincs kedved recruitingon keresni embereket erre a drakozásra, akkor Fog meg, és vidd a legegyértelműbb frémedet. Talán vigyél egy trétét, vagy vigyél egy bármilyen frémet, amit akarsz. A lényeg az, hogy olyan frém legyen, amivel te túl tudsz élni. Fogd meg, és vedd ki az összes cuccot, mint ahogy én is itt csináltam a videón, vedd ki az összes cuccot az és csak az x zős fegyvert hagyj bent csak az xp zős fegyvert. Vagy hogyha karaktert húzol, akkor rakjál be egyetlen egy fegyvert, ugye? És csak magát a karaktert és semmi más. Nálam itt van a carrier fegyver nélkül, nincs elsődleges fegyverem, nincsen kardom, uh, csak a hikó van a kezembe, hogy gyorsabban skálázódjon, gyorsabban menjen az a bizonyos XP. És így jön a semmi, akkor bemész rakóra, Elfoglalsz egy pontot, elfoglalsz saját pontodat, hogy amikor idegenekkel játszott, többnyire mindig elfoglalják az összes pontot. Nem gáz ha három kör alatt így is ki tud maxolni a fegyveredet. <coughs> Bocsánat. Szóval, csak egy fegyver van nálad, vagy csak egy nullás warframe és egy fegyver, bemész rakóra és hagyod a többieket ölni. Hagyod a többieket ölni, ha minden a négy pontot elfoglalják, és az ellenfélnek sikerül egyet visszafoglalnia, meg se mozdulj, ne akard visszafoglalni ezt az egy pontot. Majd ők visszafoglalják, ha akarják, ha nem akarják, akkor nem. Több XP a lényeg az, hogy egy kicsit ilyen ellenállóan játszol, nem adsz nekik XP-t. Szóval ez van, lényeg ami lényeg, ne öljél drakon, ha ölsz drakon, akkor neked jut a legkevesebb XP, annak jut a legkevesebb XP, aki öl. Szóval, ha csak nem fókuszpontokat akarsz farmolni, akkor neked kell lenned a demigyösnek de akkor durván el kell lopni mindenki elől a killeket. De hogyha csak túlélsz drakomán, pedig túl lehet élni drakon egy sima nullás fegyverrel is, akkor uh, hagyd a többieket ölni, hagyd azt az egy darab damage-es warframe aki mindig van drakon, ha idegenekkel játszol, hadd végezze a dolgát is. Egy három kör alatt simán fel tudod xp-zni a uh, cuccaidat. Na most, a másik dolog lényege, hogy miért érdemes maradni drakon négy körig, mert tower négy Defense, Survival és Interception kulcsokat dob, Ha ezekre nagy szükséged van, akkor Dragon 4 körig kell maradni. Na, ennyi lett volna ez a gyors videó. Amint láttad, ránéztek a Hiko úrra, talán 18 vége felé, 19-nél. Ja, ott van 18. Ö, ez lenne bónusz XP-kkel, ez már majdnem 30-as. Ennek a körnek a végére már bőven megvolt a max szintje a hikónak, és így tovább, és így tovább. Na, de ez olyan, abban az esetben, amikor van egy csapat, és, és ezt el lehet játszani ilyen gyors xb Ha idegenekkel, akkor hagyd őket ölni. Ennyi a nagy trükk. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!